A süsű, a sárkány és a nagy hóhó horgász is életre keltek a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ második emeleti termében. Csukás István ismert rajzfilmjeinek embernagyságú szobrai szombatig láthatóak Hódmezővásárhelyen. A nagy hohoho horgász, Mirmur, Sebaj Tóbiás és Süsű a sárkány is megérkezett Hódmezővásárhelyre a kicsik legnagyobb örömére. A hohoho horgász nagyon tetszett, nagyon vicces mesé, és nagyon szeretem a mesét, és nagyon jó, és néha kifogja a halat, de úgy megtréfálják, hogy egyszer csak úgy visszaugrik. Nekem itt minden tetszett. Nagyon tetszik ez az egész mese, mert olyan élvezetes, meg amikor oda megyek a tévé elő, és csak ezt nézem. Az embernagyságú figurák Megyeri János munkáját dicsérik, aki több mint 3 évvel ezelőtt egy felkérésnek elegettébe készítette el első szobrát szivacsból és műanyagból. Csukás István és a rajzfilmek megálmodói annyira elégedettek voltak, hogy a szobrászművész további figurák életrekeltésére ösztönözték. Így most már 4 legendás meseszereplő járja az országot. Kicsit veszélyes volt a vállalkozás, mert ezek a figurák, ezek ilyen 20-25 centi nagyságok, és édesek, cukik meg, ne? De hogyha ezt így fölnagyítjuk ilyen nagyba, akkor az könnyen előfordulhat, hogy rémisztővé, vagy ijesztővé, vagy nem is tudom, hogy megváltozik, ugye? De ezzel nem ez történt, hanem még cukibb lett. A mesefigurákat megjelenítő kiállítás mától egészen szombatig reggel 9-től este 7 óráig látható a BFMK második emeleti termében. Csukás István egy olyan nagyszerű író, akinek a tollából nagyon sok fantasztikus mesedarab származik, úgyhogy ezt muszáj megmutatni a mostani generációnak, és hogy lássák, hogy ez igenis milyen fantasztikus mesékről beszélünk. Úgyhogy itt nálunk, mondom, ezen a héten ez a kiállítás Süsű és barátai, tehát a mesehősök fognak itt megelevenedni. A kiállításra a felnőttek 600, a gyerekek 300, míg a csoportok 200 forintért válthatnak jegyet.